jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hurkai az asztalon, ünnepel, elfogy a bor, jól lakik végre minden rokon. Jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hurkai az asztalon. Köszöntöm a képviselőt, milyen a hangulat? Úgy látom, hogy nagyon jó hangulat alakult ki itt. Én is itt vagyok most már lassan másfél órája, és mindenki jó hangulatba, jó ízűen megreggelizett, és most készítik a további finomságokat. Mi ezeknek a találkozónak a jelentősége? Mert gondolom azért van egy kis átvitt értelmezése ennek. Én azt hiszem, hogy szükségük van az embereknek egy olyan napra, amikor közösen együtt lehetnek, felszabadultak lehetnek, és örülhetnek, azt is mondhatom, egymásnak, a jó hangulatnak, a jó ízeknek. Hát mi magyarok vagyunk, mi szeretjük a finomságokat, főleg így a téli időszakban a disznótoros finomságokat és ételeket. Ez hozzátartozik a magyar emberhez, hogy egy-egy ilyen napot így a téli időszaknak is a vége felé eltöltsön itt Árpádhalmán. A személyes tapasztalatai otthon szokott disznót vágni, vagy nincs rá idő? Hát ebben az évben nem vágtam disznót, most már valószínűleg nem is fogok. Tavaly volt disznóvágás, meg általában hát minden évben nem is, de minden második évben biztos. Attól a szalámi készítés azért megtörtént, mert az úgy látom, hogy fogyóba lett. Tehát én nekem gyerekkorom óta az egyik legkellemesebb és legkedvesebb pillanataim közé tartozott és tartozik a téli disznóvágás sorozat. Családba ez korábban 4-5 sertésnek a levágását jelentette. Karácsony táján akkor végig erről szólt a hétvége. Hát most már ugye, hogy a család is egy kicsit úgy széjjelebb szaladt, így most már ilyen nagy ünnep nincs, de azért megkeresjük azokat a pillanatokat, amikor együtt tud lenni, és ilyen alkalmak során is tud együtt örülni, illetve együtt lenni. Rengeteg helyen járhat, gondolom ilyen célból is. Van-e valami különlegesség, valami úgy gondolja, hogy na, ilyet még nem ettem? Én megmondom őszintén, én nagyon szeretem ezt a hagymás sültvért, ugye hát ez a legjobb reggeli egy disznóvágáson itt az Alföldön. Itt most épp megkóstoltam ezt is, de emellett nagyon finom volt a frissen sült máj, ami egy ilyen fokhagymás, tejfölös feltétet kapott, ami számomra meglepő, ilyet én még nem ettem, megkóstoltam, és nagyon tetszik, és nagyon finom, úgyhogy ezt ajánlom, akik még hát disznóvágás előtt vannak, hogy készítsenek ilyet, tényleg nagyszerű étel. Jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hurkai az asztalon, ünnepel, elfogy... Nemzetközire sikeredett disznótorba vagyok, tájékoztassuk a nézőket, hogy tulajdonképpen mit is láthatnak, mit is kóstolhatnak majd meg itt. Igen, ez egy nemzetközi disznótorra nőtte ki magát ez a rendezvényünk. 4. éve tartjuk ezt a falusi disznótorunkat, ami Árpádhalmi disznóságok néven is elhíresült. És hát ugye itt a testvértelepüléseink révén ugye nemzetközivé vált, és ugye ezáltal több régió is megmutathatja több, hogy ők hogyan csinálják a disznótorost. Honnan jöttek ők? Árpádról, Nagy Szalonta mellett Romániában található, a másik település pedig Szaján, az Nagy Kikinda mellett a Vajdaságban. De van egy negyedik csapat is az Árpádhalmiakon kívül? Igen, van egy negyedik csapat is, ők pedig Nagy Tőkéről jöttek, mert az idén a járás településeit invitáltuk a disznótorra, hogy jöjjenek és vegyenek részt, és készítsék el az általuk gondolt legjobbat. Képviselő úr elmondta itt az előbb, hogy neki nagyon ízlett és meglepődött ezen a májon, ami ilyen fokhagymás, tejfölös májot, nagyon finom, megkóstoltuk mi is, nagyon finom volt. Kinek az alapötlete ez? Ez egy ilyen helyi specialitás, itt az egyik egyesületi tagunk találta, örökölte ezt a receptet szerintem, és ő hozta, és most már ezt 4 éve mindig csináljuk, és nagy sikerrel. Tulajdonképpen kik itt a főszervezők meg? Mi ez a nap? Ez egy falunap is? Mert látom, a nagy terem meg is van még ráadásul, hogy be van rendezve. Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy akár falunap is. Egyébként pedig a Gróf Károlyi Ferdinand a Falufejlesztő Egyesületnek egy ilyen gyakorlatilag egy jótékonysági rendezvénye, és így próbálunk hozzájárulni, illetve a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyesület ezt a közösség építő munkáját tudja végezni. Miből áll a mai program? Ez a mai program csak a disznótorról szól, reggeltől estig.
ahogy ugye a disznó leszúrásától addig még kolbász ki nem sül, és akkor ehhez kapcsolódó, hát közben ugye lehet hallani, hogy szól bent a magyar nóta, és akkor így azt gondolom, hogy mindenki jól érzi magát, főleg ha már egy-két pálinkát is elfogyasztott. Én úgy látom, hogy a gyerekeknek külön foglalkozás van. Igen, a gyerekeknek mindig szoktunk egy külön foglalkozást, egy kis rajzolás, színezést, hogy azért ők is megtalálják a kedvükre való szórakozást. Van-e kedvence a disznóvágáshoz? Elsősorban most az ételekre gondolok. Hát én igazából mindenfélét szeretek, de azért alapvetően a hurka kolbászt azt nagyon, de én hidegen szeretem igazán. És mire számít a mai nap végére? Én azt gondolom, hogy mindenki, ami a legfontosabb, hogy mindenki érezze jó magát, és vigye a hírét ennek a rendezvényünknek, és remélem, hogy így is lesz. Munka dandárjával vagytok, hogyan álltok? Jól állunk, én úgy gondolom, hogy ami tőlünk telik, azt megpróbáljuk megtenni. Szeretnénk nem szégyent hozni arra a közösségre, amelyet képviselünk, úgy délvidéket, mint a saját falunkat. Ugye ott egy komoly hagyománya van ennek a hagyományos disznóvágásnak. Mai napig is gyakoroljuk, szinte hétköznapi szinten. Nálunk ez még teljesen hétköznapos dolog, úgyhogy a csapatra büszkén elmondhatom, hogy szerintem nagyon jól állunk. Miben különbözik ez a disznóvágás az otthonitól? Nem igazán van időnk, hogy a többieket figyeljük. Néhány furcsaságot látunk, legalábbis ami számunkra az, de a miénk az ugyanaz. Ami a kolbászt illeti, ez nagyon úgy látom, hogy teljesen egységes, akár az erdélyi testvéreinknek a munkáját nézem, akár a miénket, akár a kedves vendéglátóinkét, ez úgy nézem, hogy teljesen ugyanaz, talán egy leheletnyi különbségek az arányokban, de a klasszikus a fűszerezés. Viszont ami nagyban különbözik, a sajnos az idei évben nem tudjuk elkészíteni, de tavaly elkészítettük a mi véres hurkánk. Itt a vért abba a hurkába rakják bele, amit mi kásás hurkának nevezünk, tehát ez a rizssel elkészített klasszikus hurka, viszont mi a vért azt nyersen keverjük össze abált szalonnakockákkal, nyersen fűszerezzük, a főből lérünk, ő kóstolgatja is nyersen, és utána megabáljuk, megfőzzük, és ez egy nagyon finom étek, amit itt nálatok nem tapasztaltunk, nem találkoztunk még vele. És a fűszerezés sóbors? Sóbors, szerecsendió, főtvörös hagyma, tehát teljesen eltérő az itt gyakorlatba vettektől. És akkor ez ki van főzve, és akkor ez kemény vagy lágy marad? Ez meg van abálva is, amennyiben az arányok tökéletesen vannak eltalálva, a zsiradék, bőrke, szalonnakockák és vér aránya, abban az esetben egy ilyen gyönyörűen szelhető, de mégis lágy és finom egyveleget képez. Tehát akkor ez a ti specialitásatok, ha úgy mondjuk? Igen, azt hiszem, hogy ez a legjellemzőbb, amiben leginkább különbözünk az itt általánosan bevett szokásoktól. Mit kívánsz ezeknek a rendezvényeknek, hisz azért nem először vagytok már itt? Én kívánom, hogy továbbra is sikeresen működjön a dolog, sokkal komolyabb jelentősége és hozadéka van ennek az egésznek, mint egy egyszerű disznótól. Úgy gondolom, hogy ez bennünket összeköt, határon túli magyarokat, anyaországi magyarokkal, és bízom benne, hogy sűrűn, talán még sűrűbben tudunk találkozni, akár itt nálatok, akár nálunk hasonló rendezvényeken, ahol el tudunk egymással beszélgetni, és ahol más jellegű kapcsolatokat is ki tudunk építeni. Kerültek ebbe a kis csapatba bele, hiszen azért ez már évek óta hagyomány, hogy itt van egy ilyen disznóvágás. Hát mi már ezelőtt 4 évvel kerültünk össze az Árpád-halmi polgármester úr, és akkor azóta tartjuk a kapcsolatot. Miben merül ki ez? Csak a disznóvágásban, egyébként is szoktak találkozni? Nem a disznóvágásban, hanem Árpádon is szoktunk tartani ilyesmi, hogy lóverseny, vagy pedig szüreti mulatság, vagy mit tudom én, egy ilyen ifjúsági. Én most alakítottam egy ilyen ifjúsági szervezetet, úgy, mint az Árpisz, úgy hívják az ifjúsági szervezetet. Milyen
milyen tervei, milyen céljai vannak ennek a kapcsolat? Hát én éppen azt beszéltem a polgármester róla, hogy mit tudom én, szeretnék egy ilyen alapítványon keresztül, mit tudom én, neki kezdtem én is egy ilyen faluházat is, meg egy közösségi házat, meg plusz még egy ilyen falusi kápolnát szeretnék most a fölépíteni, és akkor megkértem most a polgármester urat, az Árpád-falvi polgármester urat, hogy ha lehetne így pályázaton keresztül Románia és Magyarország határát átnyúló. Köszönöm a polgármester urat, milyen a hangulat? Köszönöm, úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulat itt Árpád-halmán. Szarka Attila meghívással érkeztem én is a rendezvényre. Ugyanúgy, mint tavaly, most is igencsak színvonalas. Annak idején volt Nagymágocson is ilyen disznóvágás, emlékszem rá, és sőt, még akkor szalmával volt pörzsölve. Igen, valóban Nagymágocson is volt hasonló, én akkor még elég fiatal voltam, mondhatom így. Mindenféleképpen Nagymágocson is fontos lenne a hagyományoknak az ilyen jellegű megőrzése, tehát fel fogjuk eleveníteni mi is az ilyen hagyományokat. Vannak esetleg már előkészületek, vagy tervek, vagy elképzelések? Elképzelések szerencsére vannak, most már tervek is vannak, a megvalósítás fázisába léptünk, úgyhogy egyelőre maradjon titok, de mindenképpen a Szentes TV-t fogjuk elsőként meghívni, ezt ígérhetem. Tegyésznek rajta lovat meg barmot. Az istálóban tehenek lesznek, jó tejelnek, majd a Big Mac-et esznek. Az udvaron cirkálma csokjuk meg kacsa, gőgös Gunnar Gedeon, meg egy vérbajos korcs kutya.